A legjobb játék című film adta meg az alaphangját az októberi képmásestnek. A mindenkivel Oscar-díjat nyert Deák Kristóf legújabb alkotása az automatizáció és a gépekkel való együttélés témáját veti fel. A filmnézést követő beszélgetés is a technikai fejlődés hatásairól szólt. Szerintem az emberi természetnek valamilyen nagyon mély és sötét ujját nyitotta fel az okostelefon, és hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy rám nincs hatása, vagy hogy engem nem fenyeget a mobilfüggőség, ami szerintem most már milliárdokat érint a világban. Kifejezetten izgalmas akár üzleti lehetőség is, hogy egy ennyire gyorsan és látványosan elterjedő, mondhatjuk, hogy egészségügyi problémát, azt egyébként milyen eszközökkel tud majd kezelni az emberiség. Az, hogy olyan tartalmak kerüljenek elénk a YouTube-on, a Facebookon, a Google keresőben, amikről nem bírjuk levenni a szemünket, mert mindig azt látjuk, ami a legjobban érdekel, az már például a mesterséges intelligencia algoritmusoknak köszönhető, hiszen mindig ők válogatják ki, hogy pont azt lássuk, amit kell látnunk ahhoz, hogy még egyet kattintsunk és még tovább scrollozzunk. Gépekhez képest talán a legnagyobb különbség az, hogy az ember empatikus, az ember tud humoros lenni, az ember tud ítéletet mondani jó és rossz között, és azt gondolom, hogy ilyen értelemben a humán területek a társadalomtudományok, és igen, a művészetek azok, amik a legtovább fogják majd az embert különbözőnek megtartani a gépekkel szemben. Matematikában, számítási képességekben azt hiszem, hogy már előttünk járnak, a következő években, évtizedekben számos más területen is maguk mögé fognak utasítani minket. Talán ahol a legtovább tartjuk majd a frontot, az a kreativitás világa lesz. Ha folyamatosan mobiltelefon képernyőnket bámulunk és képernyőkön keresztül érintkezünk egymással, nem nézünk egymás szemébe, akkor az empátia képességünk iszonyatosan lecsökken. És onnantól kezdve már nem fáj, ha valami rossz történik a másikkal, és már nem tudunk örülni, ha valami jó történik a másikkal. Ez egy óriási különbség, és nagyon fontos, hogy megőrizzük ezt a képességünket. Deák Kristóf felesége és alkotótársa a taxisofőrök példáját hozta fel a téma kapcsán. Mindig meg szoktam kérdezni, hogy tudják-e, hogy mi a jövője a szakmának. De azért általában Magyarországon a 90%-uk nagyon is tudja, hogy a taxisofőr ez már nem az az állás, amiből nyugdíjba fognak menni, mert hogy a mesterséges önvezető autók ez nagyon is már itt van, sőt Kaliforniában már rólják az utakat. Szeretném, ha többet beszélnénk arról, hogy milyen hatással lesz a mesterséges intelligenciának és az automatizációnak a világba, és azért szeretem így beszélni, mert hát ha ők is majd beszélnek emberekkel.